Köszöntöm a kedves hallgatókat! Az Országos Széchenyi Könyvtár 18. csevejét rögzítjük éppen. Solymosi Ákos segíti a munkánkat, és Sudár Anna Mária. A mai vendégünk azért különleges a Sudi, a Sudár Anna Mária, mert vele kezdtük az egész podcast sorozatot annak idején. Gondoltad volna-e, hogy már a 18. alkalommal itt vagyunk? Nem gondoltam volna, én is szeretettel köszöntök mindenkit, téged is szeretettel köszöntelek, Péter, és gratulálok is hozzá, mert hogy ezt te indítottad ezt a podcastot, és tényleg meglepődtem a 18. számon, mert én olyan 8-10-re gondoltam volna még csak. Igen, a mai beszélgetésünk is azért jöttél újra, másodjára már azóta csevejé vált podcastbe, hiszen a Pálos Olvasókönyv nevű kiadványt, egy 750 oldalas hatalmas könyvet szerkesztettél. Ez egy olvasókönyv, ez egy irodalmi antológia, szép irodalom van benne, páros költők, írók, illetve párosokról szóló művek. Még azt el kell mondanom, hogy Sudár Anna Mária előadó művész is, tehát különböző verses, zenés esteket is elő adni, és innen indult az egész ötlet, hiszen a pálosokról készítettél annak idején egy ilyen válogatást, és akkor úgy gondoltad, hogy ebből lehetne valami más. Hogy lett ebből más? Nagyon messzire nyúlik vissza az emlékezet, hogyha így kérdezel, mert én a pálosokat egészen egyszerűen hívőként ismertem meg 2004 tájékán, és valóban az akkori Pálos tartomány főnök kérésére, Bátor Botond atya kérésére, ötletére készült el egy pódiumműsor a rend történetéről, amelyben Eperjes Károly, Oberfrank Pál utóbb, akik még közreműködtek, és a Mistrál együttessel együtt szerkesztettük, állítottuk össze. És igen, amikor ez a műsor elkészült, és olvastam hozzá, akkor jöttem arra rá, hogy miközben nyilván rengeteg minden elhangozhatott ebben az összeállításban, ebből is készült egy CD utóbb. Egyébként nagyon sok olyat olvastam, ami színpadon nem állhatta meg a helyét, mert mondjuk túl hosszú részletet kell ahhoz kivenni egy regényből, hogy az érthetővé váljék, hogy, hogy megállja a helyét önállóan. És akkor elkezdtem gyűjtögetni ezeket. Először csak úgy. És aztán. Sok-sok évvel később a rendel beszélgetve merült föl, hogy milyen jó lenne ebből egy ilyen olvasókönyvet csinálni, és aztán jött egy alkalom, nevezetesen 2018-19-ben egy nagy állami támogatás keretében elinduló Boldog Özsép program, amelynek a kulturális részébe, amelybe csak kiadvány egyébként 15 volt, ez is bekerülhetett. Tehát ez adta az inspirációt, hogy ebből, a, ebből az akkor már ilyen hát 200-220 oldalnyi gyűjteményemből csináljak valamit, ami egy mások által is értelmezhető, talán élvezhető kötet. Azt írod a az előszóba, hogy a rendtörténetével nem tud annyira foglalkozni ez a olvasó könyv, inkább a szépirodalmi vonatkozások a fontosak. Mégis kicsit, hogy helyre tegyük, hogy betegyük az egész csevejbe, hogy hol is járunk a pálos rend történetével kapcsolatban. Ugye ez a rend a egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetes rend. Remete Szent Pálról kapta a nevét. Össze lehet ezt foglalni röviden, hogy mi is ez az, az egész rendtörténet. Röviden összefoglalni nagyon nehéz, de talán vázlatosan annyit, hogy a páló szerzetes rend a 13. század második felében végén jön létre. Boldog Özséb, a legendás megszervezője ennek a rendnek, remete közösségekből formálódik, és a, a történeti anyag azt mutatja, hogy a 13. század végén már eléggé erős, kitapinthatók ezek a közösségek. És aztán bizony a szerzetes rend virágzásnak indul, és tulajdonképpen töretlen a virágzása egészen a Mohácsi katasztrófáig. Egészen e, fontos, és sajnos ez is kihullott az emlékezetből, hogy Nagy-Lajos királyunk és Hunyadi Mátyás milyen erőteljes támogatója volt a pálos rendnek. És a Mohácsi katasztrófához még úgy is kapcsolódik a rend történet hogy a Mohácsi csata után ugye nem foglalják el a törökök az országot még, viszont a Duna mentén északra hatolnak, és elérik Buda térségét is, ahol a Buda Szent Lőrinc néven emlegetett Pálos Kolostor, ez ugye a generális Perjel székhelye volt a rendi központ, tot is elérik, és földújják azt. Ez a kolostor, ez ma már nem áll, illetve a romjait lehet látni a Budakeszi úton, a szép juhászni megállónál kell leszállni, hogyha az ember oda szeretne menni. Tehát itt van egy cezúra, és ugye az ország három része szakadásával a pálosrend is forgácsolódik, noha jelen van az országban, és aztán megint egy nagy lépés, a török kiűzését követően a 18. században van egy virágzás a rendnek, ez töri megint el második Józsefnek a feloszlató rendelete, ami ugye nem csak rájuk vonatkozott, és aztán csak a 20. században tudnak visszatérni 1934-ben hosszas előkészületek több kísérlet után, és akkor megint csak 16 év adatik, mert akkor megjön a kommunista időszak, amely megint nem csak a pálosokat érinti, de őket is újra. Tehát ez nagyon röviden és vázlatosan a történet. Azt is írott, hogy a rende emlékezete kiulott a magyarság gondolkodásából, most itt van ez a 750 oldalas könyv, nem ezt mutatja ez a hatalmas könyv. Igen, egy, egyfelől így van, másfelől viszont ezt inkább úgy értjük, hogy az elmúlt évtizedekben kezd újra ismertebbé válni a rend, szerves összefüggésben azzal, hogy újraindulhatott 89-90-ben, tehát ez az egyik dolog. Másrészt meg érdekes itt a Széchenyi könyvtárban kimondani ezt, mert itt viszont vannak olyan kutatók, akik kutatási területükből adódóan foglalkoznak és foglalkoztak pálosokkal, vagy páros eredetű kódexekkel például. Tehát az osk ez, egyébként nem igaz. Harmadrészt pedig éppen az elmúlt 15-20 év a rend törekvéseivel is összecsengő sok-sok eredménye mutatja azt, hogy most már kezdik jobban ismerni a pálosokat. És amit látunk ebben a vastag könyvben, az pedig egy tükör. Én megpróbáltam összeszedni olyan szép irodalmi műveket, amelyeket egykori pálos szerzetesek írtak, vagy amelyeket róluk, illetve híres pálosokról írtak. Hát, a te szereped is igen jelentős, hogy a Ren újra jelen van itt a, akár a mostani gondolkodásunkban, hiszen Pécsen is hatalmas kiállítást készítettél, volt a pálos utazóbusz az egész országban, tehát ezt mindig van, ahogy mondod, úgyhogy meg tudom erősíteni. A könyvnek az a címe, hogy Pálos olvasókönyv és ez egy kicsit ilyen didaktikusnak gondolom, hogy tessék itt egy könyv, amit ugye olvasunk. Tehát van, aki ugye kiteszi a, a poltra és tök jól mutat, mert szép a gerince is a könyvnek, de miért ezt a címet adtad? Nem is tudom, először egy ilyen munkacím volt ez csak. Az olvasókönyv az tulajdonképpen egyfajta műfaj megnevezés, mert amikor gyerekek vagyunk, és olvasni tanulunk, akkor olvasókönyvből tanulunk meg olvasni, ahol szemelvények vannak, illetve rövidebb minőségi szövegek, amelyek ugye sarkalnak minket arra, hogy olvassunk. És Igazából műfaját tekintve ezt lehetne breviáriumnak is nevezni, csak az nagyon fura lett volna, mert a breviárium az ugye liturgikus szövegeket tartalmaz, és ugye a szó a brevis latin szóból származván itt is azt jelenti, hogy rövid részletek, de ez itt félrevezető lett volna. Igazából nem akartam, pont hogy nem akartam didaktikus címet adni, vagy Aha. valamilyen nagyon elvont címet, én azt gondoltam, hogy megnevezem. Ez az, ami. Aha. A pálos szó az fontos, mert az ugye kijelöli a helyét, és az olvasókönyv pedig pont azért, amiket elmondtam, talán az emberekben felkelti azt, hogy, hogy hát akkor ebben részletek vannak ebben a könyvben, tehát lehet lapozgatni, nem kell leülni hozzá feltétlenül három-négy órára, hanem jól struktúrált, és belenézhetek itt, ott belecsippenthetek, és egy részt elolvashatok. Hosszú évek alatt gyűjtögetted egyrészt a, a kis koncerthez, a Mr. Háll közös előadáshoz a műveket, volt-e valami segítséged? volt -e előtte bármiféle kutatási anyag, vagy bármiféle publikáció, ahol felsorolták, hogy kik azok, ugye még egyszer mondjuk el, hogy nem csak pálos vannak, hanem pálosokról írt szép irodalmi alkotások. Ilyenfajta segítség, vagy ilyen bibliográfia nincsen, itt... Szándékosan nem akartam ezt a csúmasot mondani. Igen, igen. igen, bár nagyon jó lenne, ha lenne egy ilyen, ez is lehetne egy feladat, egy ilyet csinálni. Én nem is gondolom azt, hogy én mindent megtaláltam. Az nyilván segítette a munkát, hogy tudható az, hogy kik azok a pálos szerzők, akik nagyon jelentősek. Egyrészt ugye itt beszélünk ez nagyon fontos, a Gyöngyösi Gergelyhez kapcsolódó rendi krónikáról, amely egy 16. századi szöveg, egy latinul született alkotás, egyébként az egyetlen összefüggő középkori rendtörténetről szóló munka, egykorú munka. Víté Frátrum, Víté Frátrum. Frátrum, ugye barátok élete, de van még egy hosszabb címe is, és azok a 18. század végi szerzők, akik talán a legismertebbek ebben a vonatkozásban, Virág Benedek, Ányos Pál, Versegi Ferenc, szintén adottak voltak, és akkor a legismertebb, talán a legismertebb a magyar történelem kapcsán, Páló szerzetesként, Martinuzzi Fráter György. Ugye itt rögtön már megmutatkozik, hogy Martinuzzi Fráter Györgynek ugyan vannak levelei, de azt nem publikáltam, viszont inkább róla szóló irodalom van nagyon sok. Tehát, hogy itt már adódott, hogy egyrészt megszólaltatni ányosékat, az ő munkáikból részleteket kiválasztani, másrészt a hozzájuk kapcsolódó műveket, de egyébként olyan értelemben meg volt segítségem, hogy hála Istennek az elmúlt évtizedekben felnövekedett egy kutató nemzedék, aki velük is foglalkozik, tehát mondjak példát, Hovánszki Mária ifjú irodalomtörténész néhány éve tette le az asztalra, tényleg így kell mondanom, mert három óriási kötet Versegi Ferenc kritikai kiadása. És ez például nagy segítségemre volt, sőt, maga Mária, akit egy ponton fölhívtam egy döntési helyzetben, és azt hittem, hogy nem ismerem, aztán kiderült, hogy ismerem, mert ő meg engem, mint versmondót ismert, úgyhogy ez nagyon nagy megtiszteltetés volt. Kölcsönösen megtiszteltük egymást, de segített Mária, és ezúton is hálás vagyok azért a segítségért, amit egyrészt a kötet révén kaptam tőle, másrészt meg személyesen is. Elméleted a pálaszterzőket remeltünk egy kicsit a szerkezetére a könyvnek, hiszen pont akiket elmondtál, Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc, uh, virágbenedek, aki uh, Virág Benedek talán a legismertebb, a, a, a páros rendre gondolunk. Uh, mi alapján uh, válogattad ezt a szerkezetet? Most, hogy az egyes szerzőkre gondolsz, vagy arra, hogy... Uh, Igen, a... én átlapoztam ugye a könyvedet, mert végig nem olvastam még el, de ez egy fejezet címek, mondjuk igen, igen. A, a, igen. a V.T. Frátrum, ami a rendtörténet legfontosabb forrása, Gyöngyösi Gergely féle anyagok, az, az is különös, hogy ő nem is igazán kiadása szánta ezt a művét, hanem a rendtársai okulására, tanítására. Tehát ez is egy érdekesség, hogy mégis Népszerű lesz, úgymond. Hát illetve te... akkor először erre válaszolnik uh -huh. vagy ehhez kapcsolódnám, hogy fontos forrás nagyon. Ugye Gyöngyösi Gergely ráadásul járta a kolostorokat, a kolostoraikat, és ő még láthatott, láthatott olyan dokumentumokat, okleveleket, amik utóbb elvesztek, és ezért nagyon sok információ átételesen megmaradt ebben a szövegben, ez az egyik dolog. A másik a szerkezet. Igen, egyébként nagyon jó a kérdés, mert ebben rengeteg időm elment, hogy hogyan tud ez a, ez a kanavász, ez a nagy halmaz, valahogy egy olyan rendben megmutatkozni, ami most már olyan utóbb visszanézően egyértelműnek tűnik. Az világos volt, hogy virágbenedek önálló fejezetet kap, hogy Fráter György önálló fejezetet kap, de voltak, illetve vannak olyan helyek, lettek olyan fejezetek, amelyekben több szerző szerepel. Például a 17.-18. századi nagy szónokok közül, pálos szónokok közül is néhányat kiemeltem, és ők egy fejezetben szerepelnek tehát több szerző. Itt ugye egyrészt adódik Csúzi Zsigmond, vagy Alexovics Vazul személye, de említhetném, ami nagyon fontos, ugye az a Kéri János, egykori pálos generális, aki például Zrínyi Miklós, a költő Zrínyi Miklós feletti gyászbeszédet mondta annó. hogy Ez a szónoklat rovatban van. Igen, Bocsánat, nem fejezetben. fejezetben van, igen, tehát hogy ez, de aztán van olyan fejezet, amiben még több vetület is kapcsolódik, kapcsolódik, például az úgynevezett pálos iskola drámák kerültek, amiből aki ismeri egy kicsit a színház történetet, annak a Kocsonya Mihály házassága esetleg ismerős lehetett, például ez is ott van, és e, nagyon sok egyéb vonatkozás. De ide hadd szúrják be valamit, mert ha ezt kimondtam, ebben kapcsolatban eszembe jutott, hogy nagyon sok segítséget kaptam itt kollégáktól. Most kettőt emelek ki, a Kocsonya Mihály házassága és a Pálos iskoladrámák kapcsán Földesi Ferenc, a kéziratár vezetője segített nekem, ugyanis a szerzői utasítások latin nyelven vannak ezekben a szövegekben, még ott is, ahol magyar nyelvű maga az iskoladráma, és a kritikai kiadásban sincs meg a fordítás, tehát például segített, hogy ezt ugye szépen tudjuk közölni. Vagy emlékszem egy napra, amikor találkoztam a folyosón Heltai Jánossal, mondjuk így, hogy ifjú nyugdíjas kutatónkkal, akivel egy kicsit beszélgettünk a Arról, hogy mi is az, hogy nyelvemlék, és hogy tulajdonképpen hogyan is tudnánk azt, hogy nyelvemlék kicsit körbehatárolni azoknak, akik azt nem igen tudják, hogy hol helyezzék el, hogy hol a határ. És sorolhatnám a segítséget. Madas Edith professzorasszonynak szintén sokat köszönhetek, és most azokat emlegetem, akik nem a, hogy mondjam, a könyvnek a felkért segítői voltak, mert róluk is majd szeretnék néhány szót szólni. Igen, itt jutott eszembe, össze-vissza fogunk csapongani ebből a csevegbe. külső segítség kapcsán jutott eszembe, hogy a latinul és, és magyarul is milyen, milyen, nyelveken születtek ezek a pálos művek. Nagy része ezeknek a szövegeknek magyar nyelven született, de vannak olyan szövegek, például az előbb már emlegettem Kéri Jánosnak a gyászbeszéde Zrínyi Miklós felett, amelyeket fordításban közöltem természetesen, illetve ezek fordítás részletek, mert ez az emlegetett szöveg is elég hosszú. Illetve van egy érdekesség, ha már mondod a csapongást, és most mondtad a fordítást, hogy van ányos egy... párt mondod? Igen, Nem. Ányos pált mondom, hmm. hogy hmm. ányos párról lehet tudni, hogy ő latinul is verselt, de csak hmm. egy latin nyelvű költeménye maradt fenn, aminek már egy korábbi Ányos kiadásban a nyers fordítását közölték Jankovics tanárúrék, és akkor... Megfogant bennem az ötlet, hogy ennek kéne egy műfordítást készíteni, és Laci kérésemre megcsinálta a műfordítását. Úgyhogy ezt például itt közöljük először egy Szent Pálhoz szóló, eredetileg latin nyelvű himnusz műfordítását, Laci fordításában. Versegi Ferencről is még picit mondjunk, ha már a páros szerzőket itt azt tűnt föl nekem, amit te is kiemeltél, József Attilának van a reménytelenül semmi ágán ül a szívem. Igen, uh, ül szívem. És uh, természetesen nem idézem jól. De a versegi Ferenc-től lopta ezt. Uh, ezt. Ki lehet nem, ezt mondani? Én ezt nem lehet kimondani, nem lehet kimondani, uh, nem is mondok ilyet, ez nagyon fontos. Uh, én azt uh, uh, írtam csak le, hogy van verseginek egy költeménye, és most meg is keresem közben, hogy pontosan tudjam idézni, ahol szerepel ez a kép, mm. hogy a semmi ága, majd mindjárt idézem pontosan is. És nagyon érdekes az ilyen párhuzamoknak az észrevétele, mert egyáltalán nem biztos, hogy József Attila ismerte ezt a képet. De milyen érdekes, hogy ez egy nagyon erős kép, a semmi ága, nagyon mm. erős, összetett. É, és hogy ez már korábban is szerepel, hogyha adsz nekem egy kis időt, akkor én ezt most é, megpróbálom megkeresni. Sőt, még feladatot is adok előtt, hogy Petőf is olvasott szerintem páros szerzőművét. De... Igen, hát hogy, hogy Petőfi olvasott versegit, azt, azt, hiszem, hogy biztosra vehetjük, és csak nagyon nehéz most úgy, hogy közben keresem a az oldalszámot. A versegi van. fejezetet keresem, még a szemüvegemet is mindjárt megtanálom. Igen, 750 oldalra. oldalra lapozok mindjárt, és akkor mindjárt oda is érünk. És ugye a szomorú semminek árva kezén, ezt itt nem a semmi ága, pontatlanul mondtam, ugye ezt írja a versegi, a szomorú De. semminek árva kezén, és innen indítottam a, a fejezet bevezetését, mert ugye az eddig nem hangzott el, hogy minden fejezet élére írtam egy-egy eszét, és ö, ha azt kérdezné valaki, hogy mi volt a legnehezebb, hát mindig ez, több okból is, ö, és itt... Ö, Idézem azt, hogy ugye ez a bizonyos sor a szomorú semminek árva kezén, ez verseginek a Magyar Hazának anyai szózatja című költeményében szerepel, ez egy hosszú költemény egyébként, és hát írom, én így fogalmaztam, hogy eszünkbe juttathatja hmm. József Attilának a, a versét, amit te is idéztél, és ott hozzá lehet tenni, hogy az irodalomtörténetírás tud arról, hogy csokonainak is van egy olyan költeménye, ott van egész konkrétan először ez, hogy a semmi ága. Tehát a versegély az, hogy a semminek árva keze, uh -huh. csokonainál jön először az, hogy a semmi ága. És hát gyönyörű ez, hogy ez így öröklődik az irodalomban. Nem tudjuk, hogy látták-e egymás szövegeit az utódok, de ez nem is lényeges. És ha mondhat, Petőfit, ez azért egy filológiai. Igen, igen. Is igen. Szintén egy Kulli filológiai szó. érdekesség a verseginek egy versében, amely ugye legnagyobb kincs a szabadság így kezdődik, és hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye a szöveg maga eszünkbe jutathatja Petőfinek egy mesteri sűrítését a mindenki által jól ismert szabadságszerelem című verset, ugyanis versegi is itt egymás mellé helyezi ezt a kettőt, a szabadságot és a szerelmet, csak ő nem fordítja meg a sorrendet, ahogyan ugye Petőfi azt mondja, hogy szabadságért föláldozom szerelmemet, de verseginél ebben a szövegben ott van az, hogy szabadság és a szerelem két nagy érték, és ez a két érték van egymás mellett a szövegben. És akkor átmehetünk a szerzőkre, akik a pálosokról ö, írtak. Tandorit választottam, Vöröst, Sándort, és ugye Freddy kapcsán Arany Jánost választottam. Szerintem Tandoriról mesél valamit, hogy... A... Az ő, 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 hát, ő Ányos pálhoz írt egy, igen, egy igen. dolgozatot. Igen, ő miért egy eszét írt? írt, hát azt, hogy miért írt, azt nem tudjuk sajnos megkérdezni tőle, de egy biztos, hogy van egy eszéje, amely ezzel foglalkozik, és ráadásul ez a tandori szöveg, ez megjelent már a Hígyremény szeres című ányos kiadásban, illetve nem is a szöveg, hanem az erre való hivatkozás pontosítanék, és én is ott találkoztam vele először. És hát nyilván érdekes, amikor egy kortársunk egy látszólag tőle nagyon távol eső költőről beszél, és a Tandori Dezső ányosnak a kifejezéseit nézegeti közelebbről, tehát nem az egész költészetére reflektál, hanem sokkal inkább bizonyos megfogalmazásaira is. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen érdekes, ugye tőle vettem a mottoját is az Ányos fejezetnek, olyan szép, úgy hmm. zárja ezt az ez eszét, hogy Isten hozzon mindig Ányos pál. Ez annak idején egyébként az ez, a 2014-es Pécsi pálos kiállításon is a, a falon volt kint, hmm. ahol egy picit felvillantottunk Ányos Pállal kapcsolatban. Ez a Pécsi kiállításra készült klassz honlap is, majd ezt, ezt is elérhetik a hallgatók, hogyha belekattintanak majd a leírásba. Vörös Sándor, azon gondolkodtam, hogy ő mennyire ismerett a pálosokat, mert ugye 50-ben betiltották a, a pálos rendet és ő ugye később alkotott jóval. Hát vagy nem, nem, mert jóval, ő, ő de... már fiatal háború előtt hmm. ő már ő költő igen, volt. Hát, igen, de ez ilyen furcsának találom, hogy hogyan keveredett ő. Ő a nem a pálosokat ismerte, hanem ő a költészetet, a magyar hmm. költészetet Igen. ismerte. És van egy nagyon híres gyűjteménye, három veréb hat szemmel, ez a címe, amelyben ő a magyar irodalomból szemelgetett különlegességeket, vagy éppen elfelejtett szerzőket. És ebben az antológiában található néhány szöveg, amelyet ő kiemelt. Egyébként Ányosról, is ír egy keveset, ugye így bevezetéseket uh -huh. is ír, versegiről is, virágról is. Úgyhogy így. Én egy én egyébként, amikor ugye megkérdezted korábban, hogy hogyan kerestem a szövegeket, tehát egyrészt úgy, hogy olvastam, meg voltak bizonyos emléknyomaim, uh -huh. ugye magyar szakos lévén is, és aztán pedig tudatosan olvastam, de mondjuk azt pontosan tudtam, hogy nem tudom, mit fogok találni, ugye, de hogy a három veréb hat meg kell néznem, hogy hát ha vörös, hát ha is igen. Ugye van a nagy regény a, Fráter Györgyről, aki az is izgalmas az ő személye, hiszen ő 24 éves korában lett szerzetes, és 26 éves korában kezdett el írni, olvasni, tanulni. Hát olyasmi, úgy körülbelül így e, oborni Terész könyve alapján. idejéből kiesik bő tíz év, tíz, tizenvalány év, amiről nincsen semmiféle dokumentum, mégis, és Jóka is írja a, a vagy a regényéről mondják, hogy elengedte kicsit a fantáziáját, pedig Fráter György szeméről azért nem kell nagy fantázia, hiszen elképesztő történelmi személyiségünk volt. Igen, hát ö... Frater Györgyről egyrészt nagyon sok vagy viszonylag sok szépirodalmi mű született, a történettudomány is sokat foglalkozik vele, és nagyon fontos itt distinkciót, különbséget tenni, mert ugye abban a pillanatban, hogy valaki szépirodalmi művet ír, megteheti, hogy ellépjen a történelmileg hitelesen adatolható információktól. Még akkor is megteheti ezt, hogyha egyébként a figurák, akik a történelmi figurák, akiket szerepeltet, azok hitelesek. Tehát tényleg éltek, és tényleg egy ö, ö, szituációban ö, szerepeltek a valóságban is. És éppen ezért épp a Fráter György fejezetben erre ki is tértem a bevezetőben, hogy itt ö, azért mindig fontos ezt szem előtt tartani. Fráter Györgyről a legutóbbi monográfiát Oborni Teréz történész írta, aki ennek a korszaknak nagyon komoly és nagyon komolyan jegyzett kutatója, és én is az ő monográfiáját vettem alapul, hogy hogyan látja most a történetírás Fráter Györgyöt. Ugye ő úgy szoktuk mondani, és ez egy erős leegyszerűsítés, de innen megfogható viszont, hogy ő az az egykori pálos szerzetes, aki kilép a politika szinterére, és az ország három része szakadását követően szapolyai embereként, ha tetszik, tudatosan és végig az ország fennmaradásáért küzd, és aztán ugye erdei létrejötte körül is, erdély az önálló erdei fejedelemség létrejötte körül is munkálkodik. Ugyanakkor itt nagyon sok ellentmondás van, mert ő ugye Megint csak hangsúlyozom, hogy nagyon leegyszerűsítek, ő ugye szlalomozott, hogy mondjam, ilyen, ilyen hétköznapi szóval. Nem, egészen, hanem ő úgy gondolta, hogy erdély önállósága a, a cél, és ezért ugye mind a habzurgokkal, mind a, a török portával kapcsolatban volt, és hát megpróbálta biztosítani minden áron azt, hogy önálló lehessen erdély. Sok mindent nem tudunk egész pontosan, de egy tény, hogy végül ugye a Szent Atya nevezi ki az egykori pálos aki úgy mondják a források, hogy haláláig pálos habitust viselt, ugyanakkor pedig megölik. És amikor őt megölik 1551 adventjében Alvincen, akkor a Szent a Szent Szék nyomoztatni kezd, hogy mi történt, és hát akkor kiderül, hogy Habsburg Ferdinánd megbízásából lették meg, és ugye ezért is, hát tulajdonképpen eltúsolódik az ügy, mert ugye egy katolikus uralkodó van a háttérben. Most ebben nem is mennék bele jobban, a könyvből azért sok minden kiderül erről. Tehát egy rendkívül színes egyéniségről, egy robosztus figuráról van szó egyébként. Nagyon érdekes, mert Kazinci Ferenc egy levelében, és ez is benne van a könyvben, biztatja az egyik kortársát, pályatársát, hogy, hogy írja írjál a, a frát erről drámát. Mert uh -huh. ez egy olyan izgalmas figura, uh -huh. és ő hívja, és ez nekem nagyon megtetszett, robosztus erejű halandónak a, bocsánat, nem is robosztus, szertelen erejű halandónak fráter Györgyöt, mert hogy a figura, a személyiség maga nagyon érdekes, amit ugye nem tudunk rekonstruálni. Tehát ugye a szép pont azt teheti meg, hogy megpróbálja az emberi motivációkat, hogy mit gondolhatott, mm. hogy mit gondolt akkor, amikor, amikor ugye tárgyal a török portával, hogy, hogy miért romlott meg a kapcsolata Izabella királynével, és Ezeket tudja színezni, gazdagítani, árnyalni a szép irodalom, aminél a történész megáll. Azt mondja, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, ezt tudjuk, ezt gondolhatjuk, lehet, hogy így volt. És ez szerintem erre nagyon jó ez a fejezet, hogy ezt itt nagyon szépen meg lehet mutatni. Számos fejezetről nem tudunk időkorlátok miatt végig végigbeszélni, de lehet, hogy valamikor folytatjuk, amikor megjönnek az első vélemények majd az egész olvasókönyvről, Melyik volt az a fejezet, amit nagyon nehezen tudtál összetenni, ami elég túl kevés volt hozzá, túl sok volt, aztán esetleg azon gondolkodtál, hogy kitörölöd az egész fejezetet, de volt-e valami, ami, ami nagyon gondolkodtál? A Ilyen kitörlés nem volt, nagyon nehezen, mindegyik nagyon nehéz volt, és volt olyan, hogy azt gondoltam, hogy ez a legnehezebb, aztán a következőnél úgy éreztem, hogy nem ez a legnehezebb de pont az emlegetett Fráter György nagyon nehéz volt, mert ott nagyon sokat is kellett olvasni hozzá, illetve nehéz volt, és akkor egy újabb fejezetet ide tudok mégis hozni, az a fejezet, amelyben a 20. századi emlékiratokból válogattam. Mert az sok helyünk megrázó, ugye? Itt azért ezt fontos elmondani, hogy itt olyan szövegeket is közlök, amelyeket még soha nem közöltek, tehát kéziratból közlöm a rend engedélyével és segítségével, ugye azoknak a páros szerzeteseknek a szövegeiből, akik egyrészt a 34-es újraindulás kapcsán írtak, illetve annak szereplői, másrészt akik ugye éppen itt vannak, amikor 50-ben, illetve 50 előtt, uh -huh. és aztán a titkos pálosok, ugye, hiszen voltak ilyenek is, ez az úgynevezett klandesztin, az rejtett időszak, amikor az 50-es feloszlatás után titokban mégiscsak az áthagyományozódás folytatódott, és hát ennek köszönhetjük azt, hogy 89-ben volt egy néhány világi pap, aki egyszer csak Fölvette a fehér habitust, mert hogy senki nem tudta még, sokszor a szülők, családtagok sem, hogy ők titokban pálószerzetesi szerzetesi fogadalmat tettek a régi pálósatják kezébe, de ez egy hosszú történet. Ez nehéz volt, mert itt nagyon nehéz volt kiválogatni azt, hogy össze is álljon valami. Tehát, hogy aki soha nem találkozott a pálos rend történetével, az is ebből a fejezetből egy kicsit megérti, hogy itt mi történt 34 és 90 között. És akkor jön az én kedvenc fejezetem. Ez a szónoklat mesterei, ezt, ezt, úgy nevezte, de azért választottam én ezt ki, hiszen ugye mi, voltak ezek a szónoklatok, Predikációk, ugye, arról beszélünk, mindig van a Bibliában egy részlet, aztán utána különböző szabad szövegek, temetéseken, házasságkötésekkor, papszentelésekkor, háborúk, már békénél voltak ezek a szónoklatok, és itt, itt nagyon fontos az egész habitus az embernek, ahogy, ahogy, ahogy előadja ezeket. Például a Kér János említette, aki a Zsíny Miklós temetésre beszélt, mondta, nyilván az is egy, egy fontos dolog volt, hogy hogyan adta át ezt az egész szöveget. És ugye most beszélünk egy olvasókönyvről, ahol, ahol nincs, nincs ez a plusz, ami, amit jelent egy predikáció, egy szónoklat, Mennyire tudom én ezt megérteni, ezeket a, a beszédeket? És még említsünk Alexovics vozult, Simon Mátét, tehát sokan vannak. Nagyon jó a kérdésed, és meg is lepett egyébként ugyanakkor, mert hogy ez az a fejezet, ami szerintem a legnehezebben olvasható. Uh -huh. Viszont te egy olyan jó kérdést csináltál belőle, hogy hogy igen, hát. Tulajdonképpen azért is nehezen olvasható, mert a szónoknak a, az élő szóban Igen. való szuggesztív energiája az ugye, hát itt nincs. Ráadásul ugye a régi világban, hogy így mondjam, tehát mondjuk a 17.-18. van, ugye alapvetően és még nagyon sokáig mondjuk a Szent Mise is latinul folyik. A Szentbeszéd az a szöveg, ami biztos, hogy magyarul hangzik el, vagy hát nem biztos, de magyarul hangzik el nagyon sokszor, és a követelmény itt az, hogy tehát vannak bizonyos kötöttségek, hogy itt ugye a szentírási részekhez fűződjön, ahogy te is mondtad, és hát tele van tűzdel, vagy szentírási utalásokkal is, amelyeket egyfelől jobban értettek a korabeli hallgatóság tagjait. Nyilván különbség van, illetve volt azért a szövegekben, hogy mondjuk ezt a Pesti Pálos templomban mondta el mondjuk Versegi Ferenc, vagy pedig egy valamilyen vidéki, kisebb közösségben hangzik el, itt biztos, hogy voltak különbségek. A másik, hogy egyet, ami az, ami fennmaradt. Ugye ezek leírt változatok, és azt azért lehet tudni, hogy a leírt változatok, ugye csúzi öt kötetet adott ki életében, itt vannak az OSK-ban ezek a kötetek, nincs modern szövegkiadás ezekből, ezek már... Ferenc tábori papja volt. E, igen, és e, így van, és e, e, ezeket a szövegeket utóbb nyilván szerkesztették. E, nyilván nem ugyanaz hangzott el élő beszédben, ami aztán a szerkesztett kötetben megjelent. Tehát sok mindent nem tudunk. Én ugye mindig részleteket választottam, és hát hadd emlékezzem meg sokak kedves tanáráról, engem ugyan nem tanított irodalomtörténészről, Lukácsi Sándor tanárúról, aki kiadott több kötetes sorozatot a magyar ünnepekre felől fűzve egyébként, amelyben válogatott a 17-18. századi prédikációkból köztük sok pálostól is. Neki nem ez volt a szempontja, hogy pálosokat, ő másokat is válogatott. És én nagyon hálás vagyok, illetve vannak még más gyűjteményei, és hát Szelestjei Nagy Lászlóról is essék szó, aki pedig egy irodalomtörténészünk, akinek ez az egyik kutatási területe, és neki is van egy nagy egyetemi tankönyve a prédikációk kapcsán. Hát prédikációt nem könnyű olvasni, ugyanakkor egészen frissítő, hogyha az ember veszi a, az energiát, <laughs> mert olyan fordulatokra lehet találni, ez az Alexovics Vazulnak az egyik fordulata, hogy ó, te pépes lélek. Ugye értjük, de nem mondanánk a lélekre azt, hogy pépes, és ez nagyon kifejező. Tehát ilyeneket, ugye hogyan Pázmánynál, aki ugye a legnagyobb, találunk ilyeneket, hát Csúzi Zsigmondnál is, vagy Alexovics Vazulnál is bőséggel találhatunk. Igen, ilyeneket. mert amikor olvasunk, mindig így elmegyünk egy világba, és akkor hozzátesszük az agyunkat, és, és ahogy látjuk a betűket, mondatokat, egy ilyen tök világot képzelünk, lehet, hogy itt, itt Ránk van bízva, hogy éppen akkor Simon Máté hogyan Igen. prédikált. Igen, Igen ez... és ez nagyon, bocsánat, csak annyit még, hogy és éppen Lukácsi tanár úr írja azt egy helyütt, és ezt én is idézem tőle, hogy, hogy sose volt szokás Magyarországon prédikációkat olvasni, pedig, és ezt ezért is meg is kerestem ezt, hogy hogy pedig ez a műfaj a legirodalmibb, a legtágabb és a legbefogadóképesebb műfaj, mondja ő. Úgyhogy ezen érdemes elgondolkodni és kicsit erőfeszítést tenni. Kitagadott irodalomnak is Kitagadott nevezték. irodalomnak Így. is nevezte, igen. igen. Kicsit 1786-ban, amikor betiltották a, a, a rendet, akkor azt is mondták, hogy ez a magyar szépirodalom vesztesége. Megszüntek hát ezt én ezek írom, a... és ugye, legyünk pontosak, bocsás meg, ö, feloszlatta a rendet, nem betiltotta, feloszlatta a második József-féle ö, rendelet, nem csak őket, hanem más szerzetes rendeket is. Hát én azt felteszem a bevezetőben kérdésként, hogy hát, vagy, vagy inkább elgondolkodom rajta, hogy valószínű, hogy a magyar szépirodalomnak is vesztesége, de ezt azért merem mondani, mert a 18-19. század fordulóján, amikor a magyar irodalomban nagy pesgés indul, akkor ott vannak a pálosok, és aztán ugyanakkor, amikorra már a reformkorban mindez úgymond virágba borul, és aztán úgy beérik, nevezzük így, akkor meg már nincsenek, addigra már egyrészt nincs a rend, másrészt meg ugye meghalnak, ugye aki legtovább él közülük, az akkoriak közül, az Virág 1830-ban hunyt el. Hát is írod a könyvbe, hogy kíváncsi a várod az újabb költeményeket, írásokat. Mi most a kortárspálos? pálos? Hát, Elmer István újságírónak van egy kötete, amelyben van öt kis regény, Fráter Györgyhöz, Virághoz kapcsolódik, és másokhoz, Vezér Ferenchez. Ez például egy kortárs szöveg, illetve hát lehet azért mást is említeni, Igaz, hogy ez, ez, az én művem, tehát nem nevezném kortárs irodalomnak, de azért egy érdekességként hadd mondjam el, annál is inkább, mert mindig megzenésítésben hangzik el. Éppen ehhez a műsorhoz annak idején, 2009-ben, én készítettem egy disztihon sorozatot. Ugye a disztihon... Kolostor disztihon. Kolostor disztihon. Olvastad, köszönöm. Ez ugye egy antik strófa tulajdonképpen egy hexameter és egy pentameter sorból áll, tehát két sorosokról van szó, és ez úgy született, hogy a műsorban szerettem volna megmutatni, hogy milyen sok pálos kolostor volt. És ezt nem lehet a színpadon megmutatni, nem lehet egy egy vaktérképet fölvetíteni mm. magunk mögé, mm. és akkor írtam ezt a, szem 11 disztihonból álló sorozatot, amelybe belegyömöszöltem azokat az településneveket, ahol egykor vagy ma is Pálos Kolostor állt, illetve ma annak Romja. És hát nincs benne az összes, de szerintem majdnem 70. Nehéz volt, és ha nem zenésítik meg önállóan nem is áll meg, de érdekességként itt is benne van, a Misztrál énekli, és ez meg is hallgatható, most már több hordozón is ott van, úgy nagyon üt, azt hiszem, ahogy ezt így szoktuk hétköznapiasan mondani, mert a sokaság, a számosság átjön, ugyanakkor ugye lüktet az egész, és a zene ezt felerősíti. És hát a, a kortárs szövegeknél az is fontos, hogy van egy, egy nagy Gergely András, aki egyébként pap, ráadásul ortodox pap, mm akinek van a, a Remeték Fóhásza című költeménye, ez is benne van a, a, az antológiában, amit szintén megzenésített a Misztrál, de ez például egy olyan szöveg, ami azért önállóan is megállja a helyét. Március 6-án a Misztrált is, illetve Török Máték biztosan lehet hallani, hiszen március 6-án 15 órakor fogod a Széchenyi Könyvtárban bemutatni ezt a ezt a 750 oldalas olvasókönyvet. Huzella Péter is itt lesz, Lázár Csaba színművész is, aki később hallgatja majd a leírásban az ottani felvételt, majd újra megnézheti. Hogyan vállod ezt a könyv bemutatót? Természetesen nagy örömmel, ugyanakkor meg azért is tartom fontosnak, mert ez egy kicsit a Széchenyi Könyvtárnak is olyan értelemben ünnepe lesz, hogy tényleg sokan segítettek benne, és itt akkor hadd mondjam el azt is, hogy a könyv két lektora, Maniolán és Sarva Gábor is a könyvtár munkatársa. Sarva Gábor a Szent István társulat elnöke, és ő nagyon sok évtizede foglalkozik pálosokkal. Manjolán pedig irodalomtörténészként nagyon nagy rálátása van a 18. század utáni irodalomra, hiszen tanít irodalomtörténetet is. És ők nagyon fontos szerepet játszottak természetesen, Jolán a korrektora is ennek a szöveg mennyiségnek, ami nagyon nagy feladat volt. És hát, ha már Mátét emlegetted, ő egyrészt egy másik minőségében is itt lesz, egyrészt valóban, mint énekes, másrészt pedig, mint ennek a kötetnek a tervezője, tördelője. A az úgynevezett nyomdai előkészítésnek a folyamatát ő vitte, és hát nagyon szép a kötet. Hadd mondjam el azt, hogy, és ez tényleg ilyen nem köztudott információ, hogy eredetileg képes kiadást szerettünk volna, de miközben látszott, hogy ekkorára duzzad ez a könyv, akkor el kellett ezt vetnünk. Noha, és épp a Széchenyi Könyvtárban van, hát legalább a képanyag 80%-a, amit én közölni szerettem volna, hát körülbelül duplájára dagadt volna hm. akkor a könyv, de én nem tettem le arról, hogy majd egyszer, hm. esetleg egy második kiadás két kötetben lehet képes kiadás is. Hogy milyen lesz ez a rendezvény, azt még nem tudom. Nagyon sokat köszönhetek a Pálos Rendnek is, amely megbízott bennem, és természetesen jelen lesznek ők is. Sőt, készülünk egy meglepetésre is, amit most még nem árulnék el, mert hát ha akkor lelövöm a dolgot, így meg még kicsit ki kell érlelni, hogy, hogy mi is lesz majd akkor március 6-án. Matula Ágnest kértem fel beszélgető társnak, aki egy régi motoros, igazi kulturális szerkesztő a régi világból még, akivel már volt egy előzetes beszélgetés erről a könyvről egy klubban, még a megjelenés előtt, és azért is gondoltam, hogy őt kérem, mert ő hát nagyon jól ismeri már a kötetet magát. Tehát is 6 a 15 óra, mondjuk el újra, ott lesz a leírásban, hogy hogy lehet a könyvet megrendelni, akár itt a Budai Várban, a Budavári Palota F épületében, a könyvesboltunkban is meg lehet tekinteni, és itt lesz ugye a könyvbemutató is. Hát nagyon szépen köszönöm Sudan Anna Máriának a beszélgetést, és euh, még egy kicsit szeretném, hogyha aki még hallgat minket maradjon, hiszen euh, mindig a, a alanyok, akik részt vesznek itt a csevelyben, a hosszas egyeztetés előzi meg egyeztetünk témákat, és a tavalyi Széchenyi Ferenc emlékérem kapcsán Rótos László volt a vendégünk két hete, és Szabó József is a vendégünk lett volna, hogy beszéljünk vele a csevejben. Decemberben természetesen elvállalta, hiszen elképesztő jó ember volt a Józsi, és a sajnos múlt időbe kell beszélni róla hiszen február 14-én meghalt Józsi, úgyhogy most kicsit ráemlékezünk. Hozzászólhatok ehhez egy kicsit. Én Szabó Jóskát, Józsit, ahogy mondtad, 1987 óta ismertem, mert 18 éves koromban ide kerültem a Széchenyi Könyvtárba dolgozni. Aztán elmentem innen, ez egy másik történet, de nekem nagyon egyet jelentett ő a Nemzeti Könyvtárral, mert ahogy mindig mondogatta nehéz pillanatokban, kilencedik, tizedik főigazgatóm, és jó volt vele beszélgetni, ő egy nagyon fontos ember volt, és én ezért most egy kicsit a könyvből a könyvet is mutatva, ráemlékezve, és hát nagybőjt van, és ő Józsi hívő ember volt, úgyhogy ezért is egy imádság részletét olvasnám fel, a Festetics Kódexből, ami másfelől könyvtárunk egyik becses, Kódexel. Szent Mária, örök szízeknek szíze, Irgalmasságnak anyja, malasztnak anyja, Minden elhagyottaknak reménysége, Minden kétségbe esetteknek vigasztalója. Az bánatnak tőrén, ki te átad folyá, Mikor te egyetlen egy fiad, mi urunk, Jézus Krisztus, Halálnak kényját szenvedi vala az keresztfán és az fiúi szeretetön, kivel őte anyai bánatodon könyörülvén, egyeslenségvel való ő szerető vikáriusának, Szent Jánosnak tégedet hozzád látására ajánla. Keserőj, könyörőj, légy tanács kérlek én szomorúságomnak, ellenem valóságnak, kórságomnak, szegénységemnek szorgalmatosságomnak, és én minden nem ő szükségemnek. Amen.